kedves testvérek, Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük a mai napon. Többféle keresztelkedést, keresztelést látunk a Bibliában, legalább hármat lehet mondani. Az egyik az, amikor keresztelő János keresztel bűnbánatra, az azt jelenti, hogy azt keresztelkedhet meg, aki bűnbánatot tartott. És ezzel a bűnbánattal, kereszteléssel készíti az utat a messiásnak az emberi szívekben. Másik keresztelkedés, amikor Jézus keresztelkedik, azért lehet mondani, hogy másik, hiába keresztelő János kereszteli, mert Jézusnak nem volt szüksége bűnbánat tartásra, hanem Jézus beáll a keresztelkedők közé, mert ez jelzi az ő számára a nyilvános működésének az elkezdését, és azt látjuk Jézusnál nagyon sokszor a Bibliában, hogy bűnösök között van. Bűnösök a pásztorok, nyilvános bűnösöknek számítanak, akik eljöttek, hogy beszéljenek a gyermekről Máriának. Bűnösök a vámosok, farizeusok, utcanők, bűnösöknek számítanak a leprások, mindenféle betegek, mert úgy tartották, hogy a bűneik miatt betegek két bűnös között feszítik keresztre, és mindez Jézusnak a jelenléte a bűnösök között nem azért van, mert ő maga is bűnös, hanem azért, hogy jelzi Jézus a közösséget a bűnösökkel. Azért akar ott lenni közöttük, hogy kihozza őket a bűnös állapotból, hogy megtérjenek, és még életének az utolsó pillanatában is a jobb lator megtér. Hogyha Jézus nem lett volna ott, akkor kicsi az esélye, hogy megtért volna. Lehet, hogy ugyanúgy bűnbánatot tart, és az Úristen befogadja őt a mennyek országába, vagy az is lehet, hogy már előtte tartott bűnbánatot, és amikor már Jézussal beszél, akkor ő már úgy szól Jézushoz, mint aki bűnbánatot tartott az életében. Bűnösök között van Jézus, és itt is a mai keresztelkedéskor bűnösök között látjuk. Azért, hogy kihozza őket ebből az állapotból, ahogyan az Ószövetségben bűnbeesés után az Isten kérdezi, hogy Ádám, hol vagy, keresi a bűnöst. Nagyon sokszor látjuk a Bibliában, hogy az Úristen keresi a bűnöst azért, hogy megmentse. Nem azért, hogy elítélje, hanem hogy megmentse. Harmadik féle keresztelkedés, ez amikor az egyház Jézus föltámadása után a Szent Háromság nevére kereszteli meg az embereket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és utána még nagyon sokszor történik az apostoloknál a készföltétel, a bérmálkozás, Szentléleknek a lehívása, eljövetele, és nagyon sokszor az apostoloknál az ősegyházban együtt van, majd később válik szét, amikor már nem felnőtteket keresztelnek, hanem gyerekeket, mert a keresztelés is, meg a bérmálkozás is azt lehet mondani, hogy a felnőtteknek a szentsége, ahol dönt az ember Jézus követése mellett. Lehet még beszélni keresztelkedésről, amikor Jézus beszél arról, hogy a keresztel, a szenvedéssel kell megkeresztelkednie. Amit látunk a mai evangéliumban, mai ünnepben, az Úristennek a jelenléte itt az emberek között, és az első olvasmányban Izaiás prófétától arról olvasunk, hogy ez az Istennek a küldötte, aki eljön, hogy megszilárdítja az igazságot, hogy ezen a személyen keresztül köt szövetséget az Isten és az ember,
világosságot ad, megnyitja a vakok szemét, kiszabadítja a foglyokat, börtönből, tömlöcből, sötétségből. És látjuk azt, hogy az Istennek ez a jelenléte, jelenlétéhez és ezeknek az adományoknak a birtoklásához szükséges az, hogy az ember is igent mondjon erre. Az Ószövetségben, amikor megtörténik a bűnbeesés, akkor minden emberre átszármazik ez a bűn akarata nélkül. A megváltás viszont az akaratával, az ember akaratával történik, tehát őnek is igent kell mondani erre az kegyelmekre, adományokra, erre a világosságra, amit Jézus hozott, nekünk is, embereknek igent kell mondani. És Jézusnak a jelenléte ezt a világosságot hozza el a számunkra, amit még keresztelő János is félreértelmez, mert a mai evangéliumban látjuk azt, hogy tanúságot tesz mellette, mondja, hogy ő nagyobb, hogy szent lélekkel keresztel, hallja a mennyei atyának a hangját, a mondatát, és mégis, amikor börtönbe kerül keresztelő János, akkor elküldi az ő tanítványait, hogy te vagy-e, vagy mást várjunk. Mert még keresztelő János is úgy gondolta, hogy ez az igazságnak a megszilárdítása, az azt jelenti, hogy a bűnösöknek az eltörlése, hatalmaskodóknak az eltörlése, a főpapoknak, írástudóknak, római hatalomnak az eltörlése, és valami újnak a teremtése, és amikor Jézus nem így történik Jézus életében, hanem Jézus jelenlétében az irgalom, a szeretet, a kegyelem által történik ez a világosságnak a megjelenése, akkor még keresztelő János is elbizonytalanodik benne, hogy ő-e, vagy más kell várni. Üzenete a tanítása mai ünnepnek, hogy Jézus ugyanúgy mellettünk is ott van. Különösen, hogyha valaki bűnösnek érzi magát, akkor ott van Jézus mellette, nem azért, hogy az ember megmaradjon abban az állapotban, hanem azért, hogy kihozza őt belőle. És ez a szelíd jelenléte Jézusnak sokszor nagyon erős, mert akarja, hogy mi lépjünk a világosság felé, kilépjünk a sötétségből. Akarja, hogy a mennyei atya ránk is mondja azt, hogy te vagy az én szeretett fiam. Tehát mindannyian fogadott gyermekeivé válunk ezáltal, hogy Jézus eljön, fogadott gyermekei válunk a mennyei atyának. De ezen az úton járnunk kell, nem megállnunk, és hogyha valaki tékozó fiúként elmegyen az atyai háztól, akkor az Úristen meghagyja őt abban az állapotban legalábbis valamennyi ideig. Látjuk azt, hogy abban a példabeszédben nem megy utána, de nagyon sokszor látjuk azt, hogy az Úristen utána megyen a bűnösnek, akarja őt onnan kihozni abból az állapotból. Jézust ünnepeljük, aki itt van közöttünk, Emmanuel, annyit jelent, hogy velünk az Isten, és velünk van a mai ünnepen is, az életünkben jelen akar lenni, és nekünk igent kell mondani az ő jelenlétére. Amen.